Hétfőtől elvileg folytatódik a tanítás az iskolákban, egyes helyeken azonban a beázott tantermek miatt tovább tart a kényszerszünet. Vajdaság szerte még mindig több helyen járhatatlanok az utak. Egyre rosszabb egészségügyi állapotban vannak a Palicsi Fontan étteremben elszállásolt illegális menekültek. Mintegy 30 ezer magyar diák vett részt az Zrínyi és Gordius matematika tesztversenyen Vajdaságból, Magyarországról és Erdélyből. Jó estét kívánok! Hétfőtől folytatódik a tanítás az iskolákban. Az Oktatásügyi Minisztérium döntése értelmében az idei tanévet egy héttel hosszabbítják meg. A rendkívüli munkahétből leszámítják a közbelső állami ünnepet, ezért a tanév összesen 3 nappal bővül. Az olvadás okozta károk miatt viszont néhány iskolában feltehetően a következő héten sem lesz tanítás. A köztársasági tanfelügyelőség elmondása szerint összegyűjtik a szerbiai tanintézmények állapotának adatait, és ennek alapján döntenek a hétfői iskola kezdésről. Most már biztos, hogy április 29-én vagy május 6-án tartják meg a szerbiai parlamenti választásokat, jelentette be Slavica Djukić Dejanović, a szerbiai képviselőház elnöke. Boris Tadić köztársasági elnökkel közösen március 11-én írják ki a helyi önkormányzati és köztársasági választásokat is. A konkrét időpont azért kérdéses még, mert ha meg kell ismételni a szavazást, akkor az éppen május 11-ére a választások kiírásának utolsó törvényes és alkotmányos időpontjára esne, és bármilyen felmerülő gond további problémákat okozhatna. Harminchat községet veszélyeztet a lehetséges árvíz. A 2 évvel ezelőtti hasonló helyzet több 100 millió dináros kárt okozott a gazdaságnak. Külföldi és hazai szakértők is a megnövekvő belvízveszélyre figyelmeztetnek, amelyre sok település nincs kellőképpen felkészülve. Az Európai Unió 2 millió euróval járult hozzá a lehetséges veszélyforrások feltérképezéséhez. A Dunát elborító jég több pontonban is kárt tett, és számos vízi járművet is megrongált. A folyamhajózási szakemberek vizsgálata után kiderült, hogy a jég 2 úszályt is elsodort. A tartományi válságtörzs közleménye szerint már kidolgoztak egy váratlan helyzetekre szóló akciótervet is. A kemény fagyok és a nagy mennyiségű hó Szerbiában eddig 22 ember életet követelt. Az elmúlt 2 hétben 275 személyt mentettek meg a haláltól, közölte a belügyminisztérium rendkívüli helyzetekkel megbízott vezetője Predrag Márics. A legveszélyeztetettebb községek számára élelem mellett üzemanyagot is juttat a szerb kormány. Több ezer embert vág el a külvilágtól a hó Szerbiában, a mai havazása már meglévő akadályokat csak súlyosbítja. A szabadkai Maghetes helyi közösség egyes helyein a hetek óta tartó hóesés miatt az emberek a szomszédaikat alig tudják megközelíteni. A Maghetes helyi közösségben lévő Paratyini és Topcsider utca még ma is teljes mértékben megközelíthetetlen. Az utca lakosainak Szabadka város illetékes szervei nem hajlandóak segíteni. Ezért összefogtak és önerőből próbálják kilapátolni magukat a hó alól. Lehetetlen működni ezen a részen. Nem jöttek pucolni az utat ebbe pár napba, és le vagyunk blokkolva. Kinek szóltak eddig? Szóltunk a rendőrségnek is, szóltunk a kommunálnának, szóltunk a Csisztotyának is, sehol nem csináltak semmit. A Meszna Zajdnicának ittenkin, Maghetesi helyi közösségnek is szóltunk, és ott se volt semmi. El vagyunk zárva, helyi közösség nem csinál semmit, segítséget nem kapunk, napok óta nem lehet kijárni. Valahogy meg kell oldani, mi így tudjuk megoldani. Az utcabeliek, amennyien vagyunk, megpróbálunk összefogni és eltakarítani a halat. A polgárok elmondták, a két utcában közel 40 család lakik, kisgyerekek és idősek is. Megtisztították a Ludas és Kispiac közötti útszakaszt, az 5-6 km hosszan felgyülemlett, mintegy 60-70 cm vastag hótól. Ezzel már a magyar-kanizsai község minden útja járhatóvá vált. Itt, ahol most állunk, a Kispiac és Ludas közötti út tegnap zárva volt a forgalom előtt. A hóáthúvások miatt hatalmas hótorlaszok keletkeztek, és munkagépekkel késő esti órákig kellett dolgozni, hogy felszabadítsák az utat. Először 2 gép fogott neki, aztán a harmadikat is ide küldtük, 10 óra 30-tól kezdtek hozzá,
és Orom térségéből visszavonuló gépek még 3 gép hozzásegített, úgyhogy 19 órára sikerült járhatóvá tenni. Az út megtisztításából a szabadkaiak is kivették részüket. És ez a kellemetlen szakasz itt ezt fújta be, ők is dolgoztak ezen. Nem tudom pontosan, hogy hol a község határa, valahol 2/3, 1/3 az útszakasz. 2 héttel ezelőtt, február 3-a és 4-én csak ezek az útszakaszok voltak kitűnően járhatók, még a magisztrális és a regionális utak borzasztó állapotban voltak. Most pedig fordított helyzet alakult ki, mivel ezek hófúvásos utak, ezek vártak járhatatlanná, és hál' Istennek most a magisztrális és regionális utaink kitűnő állapotban vannak. A törzskar főnöke továbbra is óvatosságra és a hólánc használatára kéri a gépjárművezetőket, különösen a már említett, valamint a Tótfalú Völgyes Orom és az Orom Velebit útszakaszokon. Mivel a hó újra esni kezdett és a szél is feltámadt, előfordulhat, hogy a kritikus helyeken ismét hóátfúvások és hótorlaszok keletkeznek. Egyre rosszabb egészségügyi állapotban vannak a palicsi Fontana étteremben elszállásolt illegális menekültek, közölte a tartományi válságtörzs. A 120 migráns felének már szüksége volt valamilyen egészségügyi ellátásra, 8 szemét pedig állapotok miatt kórházba szállítottak, közölte a Vajdasági Vöröskereszt szervezete. Jubiláris partner találkozó konferenciát tartottak a Szabadkai Paraszt Egyesület működésének 10. évfordulója alkalmából a Szabadkai Városházán. Az egyesület elnöke összegezte az elmúlt 10 évet, a konferencián előadást tartottak a vajdasági civil szféra jövőjéről és a határon túli kapcsolatokról is. Az utóbbi években a Szabadkai Paraszt Egyesület számos uniós pályázaton vett részt, a további tervek pedig Szerbia uniós tagjelöltségétől függnek. Az elmúlt 10 évet folyamatos fejlődés jellemzi, számos szakmai találkozót, gazdaképzést, kiállítást szerveztek. Az agrártámogatások legnagyobb részét is a Szabadka környéki parasztoknak osztották ki. A gazdaregisztrációnak köszönhetően jelenleg közel 1500 termelő adataival rendelkezik a Szabadkai Paraszt Egyesület. A határon túli gazdákkal is kitűnő az együttműködés, számos csereprogram jött létre a magyarországi és az észak-vajdasági termelők között. Ezek a kapcsolatok, amelyek ezeken a szakmai tanácskozásokon jönnek létre, ezek hosszabb ideig funkcionálnak, tehát nem csak az egy rendezvényről van szó, hanem utána is a gazdálkodók és a szakmai képviselői tartsák a kapcsolatot, telefonon is tanácskoznak, ugye, hogyha valami megoldatlan problémájuk van. Úgyhogy mondhatom azt, hogy nagyon sok jó eredményt, nagyon sok jó tapasztalatot értünk el. A vajdasági támogatások mindig is Magyarország centrikusak voltak. Az utóbbi időben viszont az Európai Unió felé is nyitnak a gazdák. Az egyesületek hálózatba rendezése és együttműködése is fontos. Épít Magyarország, kidolgoz egy országstratégiát, tehát a magyar állam, mint szuverén államnak a stratégiáját, kidolgozza a nemzeti stratégiáját, amiben a szomszédos országokban élő magyar gazdákkal is fölveszi a kapcsolatot, együttműködést, és egy olyan stratégiát dolgoz ki, ami elfogadható a szomszédos országok számára, hogy együttesen képviseljünk egy Kárpát-medencei jelzővel illethető stratégiát. Maguk a gazdaegyesületek pedig tényleg azért fontosak, mert mivel gazdaságsadalom vagyunk jelentős részben, van rá a piacról igény, tehát a gazdák részéről van igény ilyen egyesületeknek a tevékenységére, hiszen ezek az egyesületek szívták föl magukba azokat a szakismereteket, amiket a gazdáknak után szolgáltatásként tudnak úgymond átadni. A konferencia résztvevői a vajdasági civil szféra lehetőségeiről és a nemzetközi kapcsolatokról is beszélgettek. Civil fórumot szervezett a Ludaspuszta Térségi Társulás a hagyományőrző és értékteremtő IPA projektjének keretében. Az összejövetelre Móraharlomról is érkeztek résztvevők, mint a projekt vezető partnerének képviselői, valamint meghívták a kistérségben tevékenykedő civil szervezeteket is. A civil fórumon a helyi kultúra és hagyományőrzés jellegzetességeivel, helyzetével foglalkoztak, együttműködési lehetőségeket keresve, továbbá ismerkedtek a vajdasági magyar kulturális stratégiával. A projekt lényege az, hogy
a közös hagyományainkat ápoljuk, próbáljuk azokat megörökíteni, illetve átörökíteni a következő nemzedéknek, és itt felhasználjuk a mostani technikát, azaz jelen esetben filmeket fogunk készíteni, 5 rövidebb filmet, 20 perceset, és egy 50 perces nagyobb filmet. Ez a határ mindkét oldalán meg fog valósulni. Az mindenki számára ismert tény, hogy nagyjából ennek a térségnek közös a múltja, tehát közös a kulturális örökségünk, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egymást kiegészítve, együttműködve ápoljuk ezt. Ez a projekt költségvetése 80 000 euró körül van, ebből körülbelül 50%-ban a magyar partner vesz részt, 50%-ban mi. Úgyhogy magyar oldalon, tehát Magyarországon 5%-os az önerő, és 10%-os az állami támogatás. Itt Szerbiában 15%-os az önerő, és a fennmaradó 85%-ot azt finanszíroznunk kell, mint projektpartnereknek, és utólagos elszámolás után kaphatjuk vissza azt az összeget, amit jóváírnak. A projekt vezetői, magyarországi képviselői és a kistérségben tevékenykedő civil és művelődési szervezetek tagjai is jelen voltak a bemutatón. Ez az uniós program nagyon jó alkalom arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, jobban megismerjük egymást, mert azért az elmúlt évek, mióta a határ közénk állt, azért valljuk be őszintén, hogy így nehezebb volt tartani a kapcsolatot. Az utóbbi években már történtek elmozdulások, és én úgy gondolom, hogyha egymást jobban megismerjük, egymás kultúrát be tudjuk mutatni a másikba, amire ez a pályázat nagyon jó alkalom. Főleg az Ásotthalmi Testvértelepüléssel működünk együtt. Ez most már egy húzamosabb szeretet és ragaszkodás, úgyhogy minden tavasszal ők is nálunk, mi is náluk, és főleg egy művelési szinten, tehát énekarok találkozója. Az együttműködésünk az ugye hát egy éves, több mint egy éves egy kicsikét pályázatírásokkal kapcsolatban nagyon jó együtt tudunk működni, viszont programok és műsorok szervezésében is, ugyanúgy, mint a határon átnyúló pályázatokban is próbálunk ugye együttműködni, segítsük egymást. Ennek a térségnek közös a múltja, hangzott el a megnyitón. A résztvevők elmondták, céljuk, hogy egymást kiegészítve ápolják a kulturális örökséget. Mintegy 30 000 diák vett részt a Zrínyi és Gordiusz matematika tesztversenyen. A Szabadkán a nagy hagyományú eseménynek a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium adott otthont. Újra megrendezték a Zrínyi és Gordiusz matematika tesztversenyt Szabadkán. A nagy hagyományú eseménynek a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium ad otthont. A Zrínyi matematika versenyt az általános iskolás tanulók számára rendezik meg a 3. osztálytól a 8. osztályig, a Gordiuszon pedig a középiskolás tanulók vesznek részt. A verseny az valahol 90-es évek elejétől a Vajdaságban is megtartatik minden évben. Gyakorlatilag ez egy tesztverseny, és nagyon szép hagyományokkal rendelkezik, mert már a kezdetek óta az általános iskolások írják az Zrínyi Ilona matematika testversenyt, a középiskolások pedig a Gordiusz testversenyt. A diákokat az iskolák matematika tanárai készítették fel a versenyre. A megmérettetés igen közkedvelt a diákok körében. Külön emelt szintűn és szakkörön tudtunk felkészülni, de egy kicsit ugye ez a havazás és a szünet is akadályozta azt, hogy jobban fel tudjunk készülni, tehát most eljöttünk úgy, ahogy sikerül. Most mindent várunk a gyerekektől, hogy minél jobban megírják. A versenyzők közül sokan csak iskolai szorgalomból jelentkeztek, azonban akadt köztük olyan is, akit komolyan érdekel a matematika, és ebben látja jövőjét is. Matematika azért érdekel, mert én úgy vagyok vele, hogy ez a tantárgyat ezt nem lehet úgy megtanulni fejből, ahogy mondjuk rá a biológiát, vagy a kémiát, vagy a hasonló ilyen tantárgyakat. A matekot azt érteni kell, logikát kell fejleszteni, és én úgy gondolom, hogy így lehet valamire jutni a matematika világába. Én nagyon szeretem a matekot. Szeretek számolni, meg az ilyen logikai feladatokat. A versenyt Vajdaság területén, Magyarországon és Erdélyben is megtartották, összesen mintegy 30 000 diák számára.
A Szabadkai Gyermekszínház az Óz a Nagy Varázsló című előadást tűzi műsorra szombaton. A mintegy egyórás zenés táncos darabot Péter Ferenc rendezte. Dorka szerepében Vágó Krisztát, az Oroszlániban Szloboda Tibort láthatja a közönség. Az alkotók 5-től 15 éves korú gyerekeknek ajánlják. Az Óz a Nagy Varázslót holnap játsszák 11 órai kezdettel. Négy évvel ezelőtt a mai napon fogadta el az ideiglenes koszovói közgyűlés az egykori jugoszláv tartomány függetlenségi nyilatkozatát. Koszovó a dokumentumon vállalja, hogy eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeknek, biztosítja a határokat, a szomszédos országokkal és a lakosság ellentéteit békés úton igyekszik rendezni. Koszovó függetlenségét eddig 88 ország ismerte el, köztük az Európai Unió 22 tagállama is. Lemondott Németország köztársasági elnöke Christian Wulff. Az ország történetében első alkalommal kérte az ügyészség a német elnök mentességének feloldását, mivel a gyanú szerint Alsó-Szászország kormányzójaként 2003 és 2010 között ajándékokat és kedvezményeket fogadott el. Az elnök lemondásának hírére Angela Merkel, német kancellár elhalasztotta olaszországi útját. Földrengés rázta meg Görögország Peloponészoszi félszigetét, a négyes erősségű földmozgás pánikot váltott ki a helyekben, sokan mindent hátrahagyva az utcára menekültek, mondta az ANA ügynökség. Az esetleges sérültekről, illetve a kár nagyságáról még nincs hivatalos adat. Rovás írásos Bibliát ajándékozott 16. Benedek pápának a Rovás Alapítvány, írja az MTI. Az egyetlen példányban készített székely magyar rovással készült díszkötéses új szövetséget a Vatikánban adták át az alapítvány munkatársai. A küldöttség tagjai tájékoztatták a római katolikus egyházfőt, hogy alapítványuk célja a székely magyar rovás írás használatának elősegítése, amelyben az oktatás, a szabványosítás, a technikai fejlesztés és a könyvkiadás is fontos szerepet játszik. Minősített bioélelmiszerek kölcsönös értékesítéséről írt alá megállapodást az Egyesült Államok és az Európai Unió Nürnbergben. Az egyezmény június 1-én lép hatályba, megkönnyítve mindkét piac számára a bioélelmiszerek árusítását. Eddig a termelőknek és a vállalatoknak az Atlanti-óceán mindkét oldalán külön tanúsítványokat kellett beszerezni, ami dupla költséggel és papírmunkával járt. Mindkét biopiacot több mint 50 milliárd dollárosra becsülik. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Hétfőtől elvileg folytatódik a tanítás az iskolákban, egyes helyeken azonban a beázott tantermek miatt tovább tart a kényszerszünet. Vajdaság szerte még mindig több helyen járhatatlanok az utak. Egyre rosszabb egészségügyi állapotban vannak a palicsi Fontan étteremben elszállásolt illegális menekültek. Mintegy 30 ezer magyar diák vett részt a Zrínyi és Gordius matematika tesztversenyen Vajdaságból, Magyarországról és Erdélyből. Holnap 8:30-tól közvetítjük az Ügyelni kell a Birodalomra című ünnepi műsort, amelyet a magyar párt megalakulása alkalmából szerveznek a Szabadkai Népkörben. Vasárnap pedig folytatódnak szokásos sorozatműsoraink, az 5 perc történelemben Horthy Miklós életéről lesz szó, a verstárban pedig ezúttal Bognár Attila Valamit súgtál című alkotása szerepel. Szép hétvégét!